Az adventi virradás után gyertyagyújtásra várták a második vasárnapon a helyieket a víztorony előtti téren. Tűzet, Uram Jézus, szítsd a szívembe, lángja lobogjon eleverebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya, örök örömem, fény a sötétben, csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed. Szorongat a sátán, de te velem vagy, hű szabadító, aki el nem hagy. A műsort a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tanulói adták. Hallottuk, hogy milyen nagy dolog történt ma, hogy a véradás mennyire fontos és hogy reményt és életet tudunk adni pár csepp vérrel is. Igen, a mai napon erre figyelünk, hogy mennyire jó adni, mennyire jó segíteni. A mai vasárnap szentmiséjében, amikor az Alleluját énekeltük, ez a vers hallatszódott közben. Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az üdvözítőt, akit elküld az Isten. Készülünk karácsonyra, és várjuk, hogy valóban eljöjjön hozzánk, akit elküld az Isten, akivel az Isten megajándékoz bennünket, hiszen az egész ajándékozás innen indult, hogy Isten az, aki ad nekünk valamit, aki ad nekünk valakit, az ő egyszülött fiát, a legértékesebbet, a legdrágábbat, a legfontosabbat. Azt adva nekünk, amire szükségünk van. És ebben mutat számunkra példát, hogy nem mindegy, hogy mit adunk. Sok minden történik ezekben a napokban. Készülünk, ajándékot vásárolunk, mert szeretnénk egymást megajándékozni. De mi is az az ajándék, amit adunk egymásnak? Milyen értéke van annak? És nem a pénzbeli, anyagi értékére gondolunk, hanem mi ad értéket a mi ajándékunknak? Milyen szívvel adjuk? Valóban azt adjuk-e, amire a másiknak szüksége van? Tudjuk-e az időnket, az odafigyelésünket, a türelmünket adni? És sok minden még hátra van ebben az előttünk álló két hétben. Sok mindent tennünk kell, sok minden elvonja a figyelmünket az ünnepről. Sőt, elfáraszt bennünket, és lehet, hogy kimerülten esünk be, hogy Jézus születését, a karácsony ünnepeljük, de mégis tudjuk-e mindezek ellenére széppé tenni egymásnak az ünnepet, azáltal, hogy odafigyelünk egymásra, azáltal, hogy reményt, örömet, békességet, boldogságot tudunk egymásnak adni. Azt adni a másiknak, amire ebben a rohanó, kapkodó világban leginkább szükségünk van. Isten is, ami mennyei atyánk, azt adta nekünk, amire szükségünk van. Tanuljunk hát el tőle, és így tegyük egymásnak szebbé, boldogabbá, élhetőbbé nem csak az ünnepet, hanem ezt a világot is, amelyben élünk. Mert ettől függ, hogy hogyan élünk benne, hogyan érezzük benne otthon magunkat. Hogy csak rohanunk, hogy csak kizsákmányoljuk ezt a világot, vagy valóban otthonunk, melyet szintén kaptunk ajándékba Istenünktől, és ezt kell továbbadnunk gyermekeinknek, unokáinknak is, megőrizve annak szépségét, értékét. Így akarjunk ajándékozni idén is, és akik már ma vért adtak, már megtették, hogy igen, a legfontosabbat, reményt és életet tudnak ajándékozni másoknak, így akarjunk mi is szép ünnepet ajándékozni egymásnak, azáltal, hogy odafigyelünk egymásra, hogy megfogjuk egymás kezét, és szebbé, boldogabbá tesszük az ünnepet. És hogy ez sikerülhessen, ezért imádkozzunk a mai estén azokkal a szavakkal, amelyre Jézus tanította apostolait és bennünket is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves vendégeink, ma esti gyertyagyújtónak kapcsolódva a mai nap üzenetéhez, hogy adni és segíteni jó, és az adventi víradáshoz, a helyi Vöröskereszt területi szervezetének képviselőjét, Fekete Józsefnét, és az idei évben százszoros víradóvá vált Szabó Sándor kértük föl, akik munkájukkal, önzetlenségükkel, sokak jó és jobb létéhez járultak hozzá. Fölkérem tehát Fekete Józsefnét és Szabó Sándort, hogy gyújtsa meg a város adventi koszorújának második gyertyaszálát. Advent második vasárnapján is agapiasztallal, forró teával és forralt borral várták a kilátogatókat a közös ünneplésre, karácsonyvárásra. Advent harmadik vasárnapján szintén 17 órakor gyújtják meg az öröm gyertyáját a víztorony előtti téren.